reggel van, félig kómásan megyek dolgozni, hogy na nézzük meg, hogy is telik egy közgazdásznak egy hétköznapja. Amikor középiskolás koromban megkérdezték tőlem, hogy mi akarok lenni, akkor egyértelmű volt az, hogy gazdag. És engem nagyon érdekelt a matematika, meg a történelem, és hát most két választásom volt, matek törőszakos tanár, ami hát tanárszülők gyereke vagyok, úgyhogy az, tudtam, hogy ez nem feltétlenül a legjobb választás, vagy közgazdász, és amikor kicsit utána néztem, hogy mi is ez a közgazdaságtan, illetve azon belül is ez a marketing, akkor nagyon megtetszett, és onnantól kezdve meg tudtam, hogy nekem ide kell jönnöm. A GTK-es irodában a kar, illetve az egyetem marketing stratégiájának kidolgozásával és megvalósításával foglalkozunk. A napom jelentős részét itt töltöm. Benne vagyok több ilyen hallgatói szervezetben is. Egyrészt az úgynevezett Marketing Club, a Szegedi Marketing Club, amit itt a karon belül hívott életre még 2008-ban két GTK-s tanár, egy pár tanuló segítségével, és ez továbbra is fennáll. Ennek csupán az a célja, hogy tényleg a kereslelmi és marketing szakos, illetve a marketing mesterszakos hallgatóknak egy olyan közösségét hozza létre, amelyek összetartnak, segítik egymást, és olyan szakmai előadásokon vehetnek részt, vagy olyan közösségi programokban, amiből tényleg tanulhatnak is, és felhasználhatják a későbbiek során, illetve kapcsolatokat építhetnek már mondjuk végzett gyakorló szakemberekkel. Ez az egyik. A másik pedig a Magyar Közgazdasági Társaság Szegedi Ifjúsági, vagy Csongrád megyei Ifjúsági Bizottságának vagyok az egyik tagja, már lassan, hát ez lesz majd a második év, és annak is a marketing és kommunikációs részlegében vagyok egy kicsit inkább ilyen vezető pozícióban, tehát ott is így koordinálom az embereknek a tevékenységét. Ezek a hallgatói szervezetek, amikben részt veszek jelenleg, illetve emellett demonstrátor vagyok itt a karon, ami ugye azt jelenti, hogy részt veszek az oktatásban és kutatásban, illetve tutor, ami általában nem szokott leesni az embereknek, hogy ez micsoda. Ez azt jelenti, hogy a karon a távoktatásos hallgatók tanulás segítem, illetve az ő dolgozataik javításában és összeállításában is részt veszek. Ez a szakmaibb rész, illetve hát én például részt vettem a Tudományos Diákkori Mozgalomban is az előző évben, és írtam például egy TDK dolgozatot, ami aztán ment az OTDK-ra is. Tehát az, hogy OTDK-ra mehettem, illetve hogy ott helyezést értem el, az volt az egyik számomra a legnagyobb lehetőség, illetve ennek a megszerzésével már egyenes út vezetett ahhoz, hogy elnyertem a köztársasági ösztöndíjat, kétszer most már, igen, idén másodjára a városi ösztöndíjas lettem, és ezeket a plusz pénzügyi lehetőséget is igyekszem kihasználni, és ez tényleg az kell, hogy az ember jól tanuljon, és valami pluszt is letenjen az asztalra így a tanulás mellett. Tartok mind marketing és mind pedig számviteles órákat. Most éppen egy számvitel konzultációra igyekszem, és emellett korepetálom is ezeket a tantárgyakat, általában inkább a számvitelt. A tanulás meg a munka mellett én korepetálok nagyon sokat, általában alapszakosokat, mert hát kereskedelmi és marketing, illetve most már marketing szakos létemre van egy ilyen, hogy is mondjam, aberrációm, hogy imádtam a számvitelt, és az a mai napig megvan, hogy a könyvelés az, hát nem azt mondom, hogy hobbi, de sok esetben igen, szívesen is foglalkozok vele, úgyhogy én sokat korepetálok.
amikor egy emberrel foglalkozok, az azért jobb, mert ott a szellemi munka mellett úgymond a magánéletükbe is belefolyok egy picit. Mert vannak olyan emberek, akik tényleg már a számviteltanulmányaik elejétől kezdve járnak hozzám, és akkor egy vagy másfél évig foglalkozok velük. Tehát ők azok, akik már úgymond közelebb állnak hozzám, és gyakran már azt is tudom, hogyha valami problémájuk van, akkor abban is próbálunk így egy kicsit megoldást találni, hogy tényleg tudjanak koncentrálni a tanulásra is. Amikor meg szemináriumot tart az ember, vagy akár mondjuk egy 80-90 fős konzultációt, vagy előadást, akkor meg sokkal inkább az, hogy tényleg próbálja az ember egy kicsit átadni azt a tudást, amit már itt megszerzett, és hogy tényleg minden több ember profitáljon abból, amit ő már egyszer megtapasztalt. Tehát amikor én órát tartok, akkor igyekszem nem ezt a nagyon hierarchikus, én a tanár, ti a diákok légkört fenntartani, hanem tényleg egy olyan emberként előadni azt a tananyagot, amit nekem le kell adni nekik, mint aki tényleg mondjuk 3 éve vagy 2 éve tanulta ugyanazt, és átadni azokat a plusz tapasztalatokat is, amit mondjuk már egy idősebb talán nem feltétlenül tud, mert már régen volt ő egyetemista, és nem feltétlenül tudja, hogy tényleg egy egyetemistának ahhoz, hogy megtanuljon valamit, milyen információkra van szüksége elsődlegesen. Amikor csak lehet, akkor a hobbiaimnak élek, ami közül a leginkább, ami közel áll a szívemhez, az a túrázás. Tehát bármi csak a természetbe lehessen menni, és a hegymászás. Tehát nem csak az ilyen kis sétálgatunk, hanem amikor már egy kicsit nehezebb terepen, ilyen izzasztó 30 vagy 25 kilométeres túrákat tenni. Illetve emellett pont azért, mert imádok a természetben lenni, nagyon sokszor szoktam természetfotókat is csinálni. Hobbi szinten, tehát abszolút nem ilyen profi beállításokkal, ilyesmi, csak ha látok valami szépet, akkor azt szeretem megörökíteni. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki fényképésznek tanult, és ő ugye szokott kattingatni egyet-kettőt, ő már egyébként tényleg, ő már fényképész, és az ő képeit láttam, és nagyon-nagyon megtetszett. És nekem is, amikor így elmentem mondjuk egy szebb táj előtt, akkor úgy eszembe jutott, hogy fú, de jó lenne egy kicsit fényképezni, és amikor már megtehettem azt, hogy vehessek saját gépet, egy jobb minőségűt, akkor felkerestem, megbeszéltük, és akkor az ő segítségével vettem egy gépet, és ő tanítgatott egy kicsit arra, hogy mit és hogyan fényképezzek. Az első kérdés az szokott lenni, a ti ikrek vagytok után, miután találkozunk valakivel, hogy érezzük-e a másik fájdalmát? Hát nem. Tehát ezt így össze kell egy ilyen urban legendet törnöm, hogy nem érezzük azt, hogyha a másik megvágja az ujját, vagy ha valami baj történik vele. Ugyanakkor azt, hogyha van az embernek egy ikertestvére, azt így nem is tudom feltétlenül szavakba önteni, mert az teljesen más, mint hogyha valakinek csak egy testvére van. Tehát tényleg, amikor egy emberrel nősz föl úgy, hogy mondjuk 18 éves korunkig mi tényleg minden nap, minden óráját együtt töltöttük, akkor már tényleg, mint egy jó házasság. Tehát mikor rám néz, és meghallunk valamit, akkor tudom, hogy mire gondol. Be tudom fejezni a mondatait, ugyanakkor ő az, aki tényleg a legjobban ismer, és én is úgy gondolom, hogy ő az, akit a legjobban ismerek, és bármilyen reakcióját előre tudom úgymond sejteni.
És hát ugyanakkor tényleg egy olyan embert képzelj el, aki tök úgy néz ki, mint te, ugyanakkor teljesen más bizonyos szempontból, viszont ugyanúgy kapható a kis hülyeségekre, a másoknak a megviccelésére, mint a legjobb barátod, úgymond. Sokan azt gondolják, hogy az ikrek akkor teljesen ugyanúgy viselkednek, ugyanúgy néznek ki, pedig mi például nagyon nem is szerettük gyerekkorunkban, hogy ugyanolyan ruhákat kellett felvenni, bár ami meglepő, hogy most meg már gyakran rá is játszunk erre, hogy ha már ikrek vagyunk, akkor mondjuk buliba ugyanolyan cuccba menjünk le, mert hát az mekkora poén tényleg olyanoknak, akik nem ismernek minket. Én mindent szeretek előre megcsinálni, mert tudom, hogy ha valami kész, akkor az olyan jó érzés, hogy oké, kész van, mehetünk tovább. És én mindig, amikor valami belekezdek, akkor van egy konkrét cél, hogy én mit akarok elérni, és mindent annak a célnak úgymond rendelek alá. Ez persze nem azt kell elképzelni, hogyha most én eldöntöttem, hogy nekem kell egy diploma, akkor onnantól kezdve csak ezzel foglalkozom, csak mindig szem előtt tartom azt, hogy amiket csinálok, és amiket pluszban vállalok, azok majd egy későbbi célomban meg fognak térülni, és azért csinálom, hogy ezzel más vagy több legyek éppen azoktól, akik ugyanilyen úton járnak, mint én. Igyekszem minden egyes dolgot több szempontból megközelíteni, és újabb ötletekkel előállni. De jó, hogyha az ember határozott, és tudja azt, hogy ha valamit akar, akkor az sok esetben attól is függ, hogy hogyan lép föl annak a célnak az elérése érdekében. Úgyhogy én szeretek úgy kiállni mások elé, akár legyen ez oktatásról szó, akár egy órai előadásról, hogy tudom, hogy én azt meg tudom csinálni, és nem azért, mert most szerencsém lesz, hanem azért, mert képes vagyok rá.